Szerbusz, Pali! Nagyszerű, hogy ilyen sokan vagyunk! A bevárosba látogatók immár két éve hamisítatlan időutazásban vehetnek részt március 15-én. József napi vásár és a fehérvári fiatalok által megelevenített forradalom várja az érdeklődőket. Ebben az évben sem lesz ez másként. Ezúttal azonban a márciusi ifjakat megformáló diákok cserélődni fognak. A tömeget játszó társaság is lecserélődött. Aminek tulajdonképpen örülni kell, mert még mindig nagy a hajlandóság bennük, és a média nagyon jól teszi a dolgát, és a jó hírverést kaptunk. Viszont hát annyiban megnehezíti a dolgomat, hogy kevés az a maga, aki emlékszik a tavalyi végszavakra, a tavalyi szövegekre, úgyhogy tulajdonképpen előről kellett velük kezdeni a munkát. De csak a személyek cserélődnek, magát a történetet, az én részemet, az én blokkomat, azon semmit nem változtattunk. Petőfi Sándort Habóczki Máté alakítja. A 22 éves színész palánta több hasonlóságot vélt felfedezni közte és a nemzeti hősünk között. Nem egyszerű megformálni, hiszen mindenkinek a szemében él egy kép Petőfiről, és ehhez a képhez igazodni azért nem egy egyszerű feladat. Viszont őszintén szólva nem feltétlenül távol tőlem ez a karakter, ez a fiatalos lendülettel rendelkező, szabadságelvű férfi. A székesfehérváriak hamar a szívükbe fogadták a nem mindennapi programot. Cserpalkovics András abban bízik, idén is több ezeren látogatnak ki a Városház térre. Talán az egyik legfiatalosabb ünnepünkről beszélünk, ugyanis a pont a történelmi események és az azokban résztvevők okán. Jó volt látni az előző években, hogy nagyon-nagyon sokan jöttek el, 2-3 ezer ember volt a belvárosban. Én azt hiszem, hogy ez ilyen ünnepség keretében igenis nagyon szép számnak mondható. Én bízom benne, hogy idén is sokan eljönnek, sokan bekapcsolódnak a programokba. A szervező Árt Kulturális Egyesület a kísérő programokat úgy állította össze, hogy a család apraja nagyja ki tudjon kapcsolódni. A már jól megszokott elemek mellett azonban újdonságokkal is készülnek. Az egyik egy honvéd hagyományokat erősítő dolog, a másik pedig a kézműves hagyományokat. A honvéd hagyományokat egyfajta honvéd kiképzésre, egy játékos kiképzésről beszélünk, szeretnénk megvalósítani. A kézműves hagyományokat pedig az idejévtől szeretnénk, hogy minden évben valamely kézműves szakmát egy kicsit részletesebben megismertetve közelebb hozni a gyerekekhez. Az idei évben a pékség, a kenyérsütésre esett a választás. Március 14-én a székesfehérvári iskolák tartanak megemlékezést a város több pontján. Másnap pedig kezdetét veszi a történelmi kavalkád. A programok reggel 8 órától indulnak. Bővebb információt a város weboldalán találnak az érdeklődők.